Társasházak Örökösföld szélén, a nyíregyházi városrész régóta népszerű a költözők körében. Az elmúlt évben azonban itt is jobban a zsebükbe kellett nyúlniuk a lakást keresőknek. A megye székhelyen az átlagos négyzetméter ár mintegy 15%-kal 387 ezer forintra nőtt a használt ingatlanoknál. Ez a megyei 10%-os növekedést és a 333 ezer forintos átlagot jócskán meghaladja. Az egyik ingatlan közvetítő portál vezetője szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még mindig jó áron lehet ingatlanhoz jutni az ország más megyéihez képest. Az egyes települések árai között ugyanakkor óriási különbségek vannak, akár városon belül is. A 349 millió forintos ára a Nyíregyháza Sostonfürdőn található luxus kategóriájú 552 négyzetméteres családi ház áll a rangsor élén. Ugyanitt a második helyzet pedig 299 millióért kínálnak eladásra egy 634 négyzetméteres luxusvillát birtokkal együtt. Ezek olyan típusú ingatlanok és olyan értékek, amik az ország bármely pontján, tehát akár a Balatonpartján vagy a fővárosban is megállnák a helyüket az ingatlanpiacon, mind árban, mind pedig minőségben. Ezzel szemben a legolcsóbb 55 négyzetméteres nemes borzovai ingatlan mindössze 1,5 millió forintba kerül a megyében. Az árak a legtöbb helyen nőttek, Máté Szalka viszont azon kevés település közé tartozott, ahol stagnáltak. A megyében tehát 230-szoros is lehet a különbség az árak között, igaz, az egész országot nézve akár 2000-szeres is lehet a differencia. Megyei szinten a kereslet is nagyobb lett, bő 6%-kal nőtt tavaly 2020-hoz képest. A jelentős bővülés oka, hogy a lakosság már 2020 végén tudta, hogy 21-től újra bevezetik az 5%-os áfát az új lakásokra, amit a csokkal vásárlók még vissza is igényelhetnek. Így sokan kivártak a vásárlással, hiszen ezzel milliókat tudtak megspórolni. Az éveleje így nagyon erős lett az ingatlan piacon, és ez a lendület fokozatosan csökkent az év közepére, akkor azonban az elszálló infláció miatt emelkedni kezdtek az alapkamatok, ami kihatással volt az ingatlan árakra is. Októberben pedig elindult a Zöld Otthon program, ami szintén drágulást okozott az új ingatlanoknál. A szakértő szerint a 2022-es év is feladja a leckét a lakásvásárlóknak, hiszen kérdés, lesz-e elég ingatlan? Valószínűleg beindul majd a roham az új ingatlanokért, amelyek ára tovább nőhet. A tavalyihoz hasonló forgatókönyvre számítanak idén is. Aki ingatlan vásárlásban gondolkodik, vagy éppen ehhez kapcsolatban eladásban, az valószínűleg az év első felében fogja meghozni ezt a döntését, hiszen, hogyha valaki az év elején dönt a költözésről és az ingatlan vásárlásról, lehet, hogy milliókat tud megspórolni ahhoz képest, mint hogyha az év végére hagyja ezt a döntést. Ráadásul a 2022-es év abból a szempontból is érdekes, hogy néhány állami támogatás is kifut, legalábbis elméletileg, hiszen 2022. június 30-ig lehet igényelni a falusi csok kedvezményt, 2022 év végéig pedig a lakásfelújítási támogatás, illetve a babaváró hitelt. Lehet persze, hogy ezek folytatódnak, de a szakember úgy látja, így is sokan lesznek, akik nem bízzák a véletlenre, és még az év első felében belevágnak a vásárlásba. Jövőre közben már csak azokat az új ingatlanokat lehet 5%-os áfával értékesíteni, amelyekre még ebben az évben megszerzik az építetők az építési engedélyt és az egyszerű bejelentésről szóló nyilatkozatot. Ez a változás a telekárakra is hatással lehet, jókora drágulást okozva. Jelenleg azonban még az is előfordulhat, hogy egy olcsóbb használt lakás magasabb kamattal drágább is lehet, mint egy új ingatlan, hiszen utóbbinál a hiteltörlesztők és a rezsiköltségek is kevesebbre jönnek ki.